Tehén bűgéstől hangos ez a telep tedejen. Nem véletlen, összesen 1800 fejűs állatot tartanak itt, a szaporulatukkal együtt pedig az 5000-et is meghaladja az állomány nagysága. Sertésből nagyjából 20000-et lehetne összeszámolni, baromfiból pedig évente 1 milliót nevelnek fel. Az állatokat napról napra táplálni kell, ami ugyanakkor egyre költségesebb. A tedei gazdaság 4000 hektáron állít elő szántóföldi takarmányt, de 1500 hektár nagyságú legelővel is rendelkezik. Minden azonban ez sem elég egy átlagos évben. Kénytelenek vásárolni, az áru azonban rohamosan drágul. Az elmúlt két évben a takarmány áraknál is és a takarmány kiegészítőknél is drasztikus áremelkedés figyelhető meg. Hát gyakorlatilag a megkétszerezőtek, meg háromszorozódtak ezek az összetevők, és ami a legnagyobb problémát jelenti ma, az a kiszámíthatatlanság. Tehát ha kapunk is és kérünk árat, azt 2-3 hónapra tudják garantálni, tehát igazából nem tudjuk, hogy az év hátra levő részében, vagy ha most augusztusban látjuk is az év hátra levő részét, de egy évre borzasztó nehéz most tervezni, a több éves tervezést meg nem is említem, mert az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát sokszor találkozunk olyan, hogy 2 hónapra kapunk árat, vagy valamire egyébként nem is, mert nincsen hiány alakul ki a piacon. Tehát nyilván ezt a háborús helyzet, meg a Covid helyzet, ez még ezt meg is pékeli. A társaság a drágulás miatt még tavaly úgy döntött, hogy kevesebb takarmányt vásárol, és sokkal inkább a saját készleteire támaszkodik. Az idei időjárás miatt azonban ez is hatalmas költségeket emésztett fel. Az aszály miatt folyamatosan öntözni kellett a növényeket, de jó minőségű takarmány előállítására ennek ellenére sincs esély. Óriási mértékű a gond. Tehát itt azt gondolom, hogy Kelet-Magyarországon, az Alföldön, Dél-Magyarországon, de azt gondolom, járva az országot, a nyugat-Magyarországnak az északi részén is óriási gondok vannak. Hát mi 1500 hektárt tudunk öntözni, ez talán annyira a mostani számításaink szerint annyira elég lesz, hogy ellássuk a saját állatállomány takarmányon. Ugye a növénytermesztésben nálunk mindig van annyi termés, hogy a növénytermesztés ugye gabonaféléket tud értékesíteni, nyilvánvalóan az idén erről szó sem lehet. Óriási ez a száj probléma. Nagyjából azt látjuk, hogy körülbelül úgy szokott lenni, hogy egy ilyen 2000 hektár kukoricát szoktunk vetni. Ez van silókukorica is és árukukorica is. Ennek nagyjából a fele az totálisan nulla termést fog hozni, tehát cső sincs rajta. Borzasztó probléma van. A tedei társaság is beadta az igényét kárenyhítési támogatásra. A vezérigazgató helyettes szerint ez a túléléshez lesz elegendő a mezőgazdasági vállalkozások nagy részénél. A 3 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett takarmányszállítási támogatás mellett hitelmoratóriummal is élhetnek a gazdák, a termelők pedig újból benyújthatják rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket, ezeket automatikusan engedélyezi a hatóság.